A pécsi sürgősségi osztályon is készülnek a szilveszterre. Itt azonban nem az ünneplésről, hanem a munkáról fog szólni az év utolsó hétvégéje. Próbálunk ilyenkor több ember bevonni, hát sok az ittas jellemzően. Ennél fogva több a sérülés is, banálisabb sérülések, de előfordul súlyosabb sérülés is. És aztán majd elsőjén jönnek az történt, itt ütöttem meg, ott ütöttem meg, jellemzően ez szokott lenni. Kicsit túlettem magam, túlittam magam, ilyenek. A pirotechnikai eszközök használata a szilveszteri ünneplés része, azonban ezekkel vigyázni kell, hiszen maradandó sérüléseket okozhatnak. Alapvetően a petárda a legnagyobb probléma. Az Országos Mentőszolgálatnak van egy nagyon jó figyelemfelhívó kampánya erre, szeretném is erre felhívni a figyelmet. Bízunk benne, hogy nagy dráma nem lesz a tűzi játékokkal, de azért ezzel óvatosan kell bánni. Ezek azok a megdöbbentő röntgenfelvételek, amik petárdák okozta késsérüléseket mutatnak be. Az Országos Mentőszolgálat tette közzé ezeket, hogy mindenkit elrettentsen az amúgy betiltott petárdák használatától. Az osztályvezető azt mondja, reméli, nem lesz az idei szilveszterkor súlyos esetük, de valószínűleg sok sérülést kell majd ellátniuk. Napi 100 fölötti betegeink vannak, ilyen 120, most a napokban volt egyszer 150 is. Nem is szilveszter éjjel, hanem inkább január 1-e az, ami nagyon húzó szokott lenni. Az, ami felkelnek az emberek, kiózanodnak és érzik, hogy valami nem oké, valami történt, valahol megütöttem, valahol meghúztam, fáj a derekam, fáj a hátam, köhögök, lázas vagyok, ilyesmik. Dr. Kanizsai Péter kérdésünkre elmondta, nem tud általános tanácsot adni arra, hogy elkerüljük a másnapi rosszul létet. Szerinte az ital, illetve az ételfogyasztásban is a mértékletesség lehet eredményes. Az pedig egyéntől függ, hogy kinek mi segít a macskajaj túlélésében.